Idén újdonságként pályaválasztási roadshow keretében mutatkoztak be a centrumokhoz tartozó iskolák. A centrum mind a 8 iskolája 6 helyszínen bemutatkozik, mi Tamásiban a második állomást képezzük, tegnap előtt kezdődött ez a roadshow Dombováron. Tulajdonképpen azért van jelentősége, mert helyszínre megy a pályaválasztás, nem a diákoknak kell a hagyományos nyílt napokon az iskolákat meglátogatnia, hanem mi vonulunk ki egy-egy intézményi helyszínen, és próbáljuk interaktív játékos feladatokkal a szakképzés világát bemutatni. Természetesen mindig az az iskola élvez előnyt így a mai napon a VÁI, aki a házigazda, mert a saját terepén, ismerős környezetben sokkal könnyebben mozog és tájékozottabb, de természetesen mi is Tamásiból minden helyszínre, Szekszárdra, Dombovára, Dunaföldvára, Paksra el fogjuk vinni a saját szakmáinkat. Saját iskolánk vonatkozásában mi ma a vendéglátás, turizmuságazat, kereskedelem ágazat, építőipar, gépészet, informatikát hoztuk ki. A hagyományos nyílt napoktól eltérően nem csak szórólapokat osztogatunk, hanem ahogy a hátam mögött látszik is, vendéglátásból, vendéglátó falatkákkal, kevert italokkal várjuk a kedves látogatókat. Az építészet ágazat kivonult, és konkrétan falazást mutatnak be, falazási technikákat. Ezen kívül látható talán a háttérben, hogy az informatika világát úgy hozzuk közelebb, visszük közelebb a kilátogatókhoz, hogy megmutatjuk, hogy mi is a 21. század valósága, hiszen itt van egy 3D nyomtató mögöttem. Az ételnyomtatót nem hoztuk ki erre a helyszínre, de az is van az iskolánkban, illetve tesztekkel, különböző projektoros kivetítésekkel, ágazati bemutató kisfilmekkel készültünk a mai napra. Érdekes, interaktív bemutatókkal és sok hasznos információval szolgált az esemény, amit nagy érdeklődés övezett. Az én osztályomban is például vannak sokan, akik még nem tudják, hogy hová szeretnének tovább menni, és ez a jövőre fontos döntés, hogy mégis megélhetésileg itt Magyarországon, vagy hogy igazából mit szeret, és szerintem ez nagyon jó, kínál minden lehetőséget, amit csak lehet. Érdemes ellátogatni ezekre az eseményekre, mert sok információt adnak a szakképzésről, segíthetik eldönteni, milyen irányban folytassa tanulmányait a pályaválasztó. Én az épületi szerkezet lakatos szakot választottam, de választottam volna a hegesztőt is, de nekem inkább a lakatos szak jobban megtetszett. Ezek mellett lehet még választani a cukrász szakot, a pincért, a szakácsot. Azokban is jól el lehet helyezkedni. Igazából itt csak tapasztalatot tudnak szerezni, mit fognak nagyjából tanulni, ez alapján el tudják dönteni, hogy melyik iskolába szeretnének menni, vagy melyik szakmára. A hagyományos szakmák eszközei mellett a legmodernebb technológiákat is megismerhették az érdeklődők. Én azért gondolom, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy bemutatkozik az összes iskola, hogy együtt a 8 iskola mégis egy megfelelő színvonalú rendezvényt tud összehozni. Minden iskola a saját képzési kínálatát ebbe a kis pavilonokba úgy fel tudja vonultatni, hogy az ide érkező általános iskolások alaposan megismerkedhetnek ezzel a képzési kínálattal. Igyekeztünk mi is úgy készülni erre a roadshow-ra, illetve minden egyes állomására, hogy valahogy egy kicsit tevékenyen is be tudjuk vonni az ide érkező általános iskolás tanulókat, ki is próbálhassák magukat egy picikét, hogy nekik hogyan menne ez a például cukrászati tevékenység, ugye nyilván, amit itt ezek körülmények között meg lehet csinálni, így hát ha nagyobb kedvet kapnak ahhoz, hogy ezt a szakmát vagy ezt a szakmát válasszák. A nyílt napok pedig továbbra is lehetőséget jelentenek arra, hogy a látogatók tájékozódjanak a szakképzésről, bepillantást nyerjenek egy-egy iskola mindennapjaiba.